Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem az augusztus 9-én 70. születésnapját ünneplő Székesfehérvár és Fejér megye díszpolgára, Balsai István. Tisztelettel köszöntelek. Az előző beszélgetésünkkor eljutottunk 1985, a tanácsválasztáson tanácstaggá választott Balsai István sztoriának az elejéig. Ez azért nagyon fontos, hiszen megismerhettük a családod indítatását, a testvéreid munkáját, megismerhettük a soproni időszakot, megismerhettük a közutasi időszakot. Ugyanakkor, ami már csírájában egy kicsit, ugye a rendszerváltás előestéről beszélünk, már megmozdult valami a világban, így Székesfehérváron is, az már 1985-től indult. Ugye ott hagytuk abba, hogy egy felelősségteljes feladat volt tanácstagnak lenni, függetlenül attól, hogy Székesfehérvár költségvetése milyen volt, és hogy a poros mezővárás jelleg az milyen is volt akkoriban. Nos, tehát ott kezdjük talán, hogy 85-86-ban egy fiatal, tehetséges, rátermett csapat kezdte el a tanácsi munkát. Igen. Megnyílt egy új világ előttem is, meg többieket is, és tudtam iniciálni, kezdeményezni, lelkesíteni embereket. Képzeljék el azt, hogy akkor még a városi uszoda félbe volt. Ez is egy szimbólum, hiszen mindig utol akartuk érni Dunajvárost, hogy itt is legyen az, ami ott megvan. Beindult egy olyan akció, amit ma meg lehet mosolyogni, hogy merjük szeretni Székesfehérvárt. A lokálpatriotizmus felkeltése, ami addig elfojtott volt, hiszen Fehérvár egy klerikális, poros katonavárosa. Ugyanakkor 87-ben már beindult három, az országban négy, amiből három itt Magyarországon jelentkezett. A KGST és a Szövetunió, vagy a szövetségesei számára eladott termékek, azok veszítettek a értékükből, úgynevezett intenzifikálási program. Hogy el lehessen adni, vagy részben el lehessen adni nyugat-európai piacon is. Ma már nem emlékeznek sokan, volt egy kokom lista, amelyben meghatározták, hogy mi az, amit Magyarországnak, vagy a szovjet tábornak nem lehet eladni, alkatrészként sem. Ez az intenzifikálási program azt jelentette, hogy a Videoton, a Köfém és a Icarus olyan fejlesztéseket kapott, amivel már nem csak a KGST-n belül, hanem máshol is tudott volna, vagy tudott szerepelni. A város lélekszáma ugrásszerűen nőtt. Volt olyan év, hogy 1000 lakás épült, zömében panel, és 120 ezer volt az állandó népesség, a lakó népesség nyilván 130 fölött volt. Ma 90-valahány ezer az állandó népesség, és 32 ezer ember jár be naponta, és utazik ki a városból. De akkor egy nagyon dinamikus fejlődés indult be, és arra igyekeztünk, volt három, hogy mondjam, iránymutatás mindig előtte, mai napig is. És ezt a szakdolgozatot íróknak is, vagy a város történelméről íróknak is mindig elmondom, a célorientáltság, célorientált legyen egy város, egy városi vezető, vagy az a tevékenység, ami a cél meghatározása az mindig döntő, itt lehet nagyot tévedni, de hogyha azt jól megfogja valaki, és jól átvitatja, akkor az döntő jelentőség. A másik, hogy a sokrétűség egységét lehessen biztosítani. És erre nagyon nagy hangsúlyt feltítottunk, mert a Székesfehérvár város időről időre elment egy ipari város irányába, főleg a rendszerváltás környékén, amikor az volt, hogy 32 ezer embernek, több ezer családnak munkája legyen. Munkája legyen, igen. De el lehetett menni olyan irányba, ami ezt a harmóniát, a sokszínűség egységét veszélyeztette. Én magam is így voltam ezzel, hogy amihez értettem a közlekedés, közlekedésszervezés, városfejlesztés, városrendezés, azt egy kicsit hagytam. Odafigyeltem, de a kulturális területre egy Bújtor István, művészeti vezető,
hogy oktatás területén pedagógusok, vagy óvodapedagógusok közül a tímbe beválasztottak a Csík Gabiék. Ez nekem új impulzusokat adott, és új tudást is, abban az irányba elmentem. És a harmadik, ami mai napig is érvényes, hogy individuum legyen. A Varsa is, a város is, Székesfehérvár ne akarjon Győr lenni, vagy Budapest egyik kerülete, vagy más, vagy Székesfehérvár primus inter pares. És ez a háromas dolog köré meg tudtuk szervezni a dolgainkat. No, elérkeztünk 1987-hez, nem titkoltan készültünk kollégáimmal. 1987 a 40. születésnapja Balsai Istvánnak, és most kapcsoljuk a stúdiót. Jó estét kívánok! Tanácsülést még nem előzött meg ekkora várakozás mostanában, mint múlt csütörtökön. Bizonyára tudják, hogy a tanácsülések nyilvánosak. Ezt a nyilvánosságot szélesítik munkatársaink is kameráikkal. Lássuk tehát, mi történt ezen a tanácsülésen. Székesfehérvár város tanácsa csütörtökön délután tartotta ülését, amelyen Szűcs Sándor, a városi tanács általános elnök helyettese köszöntötte a megjelenteket, tanácstagokat, díszpolgárokat, országgyűlési képviselőket, a Hazafias Népfront körzetek elnökeit, titkárait, a lakóbizottságok képviselőit. Az ülésen részt vett Barcsos Kárné, az MSZNP Fejér megyei bizottságának első titkára, és Tajbel György, a Fejér megyei tanács elnöke. Feketéné Nagy Gabriella, a Hazafias Népfront városi bizottságának titkára terjesztette a tanács elé a tavaly decemberben megüresedett tanácselnöki tisztség betöltésére a javaslatot. Elmondta, hogy a Hazafias Népfront városi elnöksége a javaslat megtétele előtt 130 tanácstaggal, népfront tisztségviselővel, vállalati igazgatókból és tanácsi szakosztályvezetőkből álló csoportokkal folytatott beszélgetést, amelyek során az is kiderült, hogy az utóbbi években a város vezetésében a gyakori csere nem volt jó hatással a várospolitikára, a városgazdálkodásra. A megkérdezettek 80%-a belső megoldást javasolt, és Balsai István elnök helyettes személyében erre biztosítékot látott. A tanácstagok titkos szavazással döntöttek, és Székesfehérvár tanácselnökének megválasztották Balsai Istvánt, akit Horváth Andrásnak, a Hazafias Népfront megyei titkárának javaslatára, szintén titkos szavazással, megyei tanácstagsággal is megbíztak. A megyeszékhely új tanácselnökét először Tajbel György, a megyei tanács elnöke köszöntötte és felhívta figyelmét az erőpróbáló feladatokra. Balsai István megköszönte a bizalmat, ami eddig is kísérte. Egy történet, egy gondolat futott most rajtam inkább végig. Az 1500-as években volt ennek a városnak egy kapitánya. Varkos Györgynek hívták. Amikor kiment hadakozni 2000-es seregével, ahogy írta a Fejér megyei hírlap nemrégen, a törökökre, a város lakossága félve a vár elfoglalásától nem engedte vissza. Én olyan városnak, olyan városi tanácsnak, és én olyan elnök szeretnék lenni, aki, ha a tanácstag társaimmal együtt kirohanunk a gondokat leverni, ezeket megoldani a város lakossága érdekében, akkor úgy kell nekünk együtt dolgozni, együtt gondolkodni, együtt élni, hogy mindig engedjenek vissza bennünket. Azt nem ígérem, hogy nem fogunk kimenni, mert ez lenne a másik lehetőség. Biztos vagyok, hogy ki fogunk menni, és vissza is fognak engedni bennünket, ha munkánkat lelkiismeretesen és becsülettel végezzük. Én azt ígérem, hogy azok tartalommal meg fognak telítődni, és szeretnék megfelelni annak a várakozásnak, amely itt elhangzott. Ehhez nagyon sokat kell tanulnom, és nagyon sokat kell együtt dolgoznunk. Ezen ígéret jegyében megköszönöm még egyszer azt a bizalmat, amit ma is kaptam, és eddig is, és szeretnék az itt elhangzottaknak megfelelően jó elnöke lenni ennek a tanácsnak. A tanácsülés ezután meghallgatta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és a beszámolót a két tanácsülés között hozott fontosabb határozatokról. A Városi Tanács 1986. évi tervét és költségvetését
A társadalmi munkatervet jóváhagyásra Balsai István terjesztette a tanácsülés elé. Székesfehérvár város tanácsa az idén több mint 1 milliárd 600 millió forinttal gazdálkodik. A tanács a közvetlen irányítása alá tartozó intézmények működési és fenntartási kiadásaira 956 millió 870 ezer forintot, felújításokra pedig több mint 30 millió forintot fordít. Fejlesztési kiadásokra 649 millió forintot szánnak. A településfejlesztést a lakosság a tervek szerint 170 millió forint értékű társadalmi munkával segíti majd. És most hallgassuk meg, mit mondott stúdiónkban a városi tanács elnöke, aki egyébként augusztus 9-én lesz 40 éves. Balsai Attas, először is gratulálunk a megválasztásához. Köszönöm szépen a gratulációt most is, és azoknak is, akik a tanácsülésen részt vettek, és előtte is jó tanácsokkal, jó kívánságokkal, útravalóval láttak el. Sokan úgy tartják, hogy a nehéz időszakban került a tanács élére. Hogyan látja ezt? Biztosan így van. Én nem szeretem a nehéz időszak kifejezést. Ez egy idő után bénítólag hathat azokra, akik ma vezetésre vállalkoznak. Legyen az egy tanácsé, legyen az vállalati vagy intézményé. Ez a feladat szerintem nem olyan, mint egy hegy felé való menetelés, és elérjük a célt, és akkor ott megpihenhetünk. Ez egy sokkal bonyolultabb politikai, társadalmi feladat, amelyben naponta meg kell küzdeni az eredményekért, a lakosság, a tanácstagok és mindenkinek a bizalmáért. Én ezt tartom legfontosabbnak, hogy ez a napi megfelelés, a napi küzdelem az mindig egy nyitottság, egy őszinteség és egy együttgondolkodás jegyébe teljen el. A tanácselnöki munkában mi a hitvallása, ha úgy tetszik, rövidebb és hosszabb távon? Hitvallásom ez alatt a rövid időszak alatt, amióta tanácsnál dolgozom, úgy fogalmazódott meg bennem, hogy szolgálni Székesfehérvár lakosságának a igényeit, Székesfehérvár lakosság szükségleteit kielégíteni minden területen. A tanácsi munka rendkívül szertágazó, a születéstől a halálig, az iskolába kerüléstől a munkahely biztosításáig rendkívül sok, szép és vonzó feladat van a tanácsnál. Úgy is szoktuk mondani, hogy határok közt végtelen ez a feladat. Manapság divatos bírálni, kritizálni a tanácsi munkát, hozzá kell tenni, hogy van benne jogos kritika is. Lát-e lehetőséget ennek megváltozhatására a jövőben, vagyis hogyan gondolja javítani a lakosság és a tanácsi munkát, a tanács és a lakosság összhangját? Feltétlenül látok lehetőséget, hiszen ezért is vállaltam el ezt a feladatot. Leglényegesebbnek azt tartom, hogy a lakosságnak a véleményét, tanácsról alkotott véleményét megváltoztassuk. Ehhez kell a nyilvános szereplés is, de sokkal döntőbb az, hogy cselekedeteinkkel változtassuk meg ezt a véleményt. Mit ért ez alatt? Ez alatt azt értem, hogy vannak jó programjaink, vannak éves, középtávú, hosszútávú terveink, de nem az a tanács leglényegesebb feladata, hogy ezt valóra váltsa, ez is. Sokkal inkább az a folyamatnak a felkarolása, abban egy katalizátor szerepnek a vállása, hogy egy egységes fehérvári gondolkodás alakuljon ki a város vezetőtestületeivel, a lakossággal, vállalatokkal, intézményekkel, és akkor mindent meg fogunk valósítani. Ezt ne vegyék elbizakodottságnak, hanem azt a biztonságot szeretném mondani, hogy Székesfehérvárban megvan az az erő, hogy ismét egy európai várossá váljék, és ezért akarunk dolgozni. Hát ehhez én nagyon jó munkát kívánok, és sok kitartást, türelmet a következő időszakban. Köszönöm szépen. No, érdeklődéssel szemléltük, 30 esztendeje volt, és minden szava bevált, igaz lett, ez viszont nagyon sok munka kellett. Tehát 1987. Azt vettem észre, hogy tiszta, világos és nyílt elképzelésekkel indultál a tanácselnöki munka betöltéséhez, a tanácselnöki munkához. Viszont ez látszólag egyszerű csak, ugye? Én természetesnek vettem ezt, és egy nagyon jó csapat volt, és talán ma is van. Véletlen az, hogy épp ma adták a kezembe azt a
városfejlesztési koncepciót, amit még tanácselnök helyettesként fogalmaztam meg, én erre nem emlékeztem, ezt a riportot se láttam. Emlékezetesebb volt az 50. születésnap, de ez a koncepcióknál is gondolkodás mindig jellemző volt ránk. Hiszen 87-88-ban már meg tudtunk csinálni olyan dolgokat, és bátorítottak erre bennünket, sőt a városnak kifejezetten igénye volt, ami korábban elképzelhetetlen. Így a Szent Jobb körmenetben a mai napig is talán ugyanaz a gerince van meg, hiszen a Kertész Péter kanonok úr szerint 40 ezer ember hallgatta 14-én a hálaadó Isten tiszteletet, 15-én is szabadtéri szentmise volt, és 19-20-án pedig megkoszoroztuk Szent István sírját. Itt volt az ország. Igen. Ez volt a háború utáni első ilyen jellegű, és ott a város megye apraja nagyja vezetők is részt vettek. Felszabadult egy kicsit Fehérvár. Beindultak olyan programok, amelyekben bátrak voltunk. Én emlékszem egy 88. március 15-i beszédre, Halmos tanár úr adta hozzá a idézeteket, a Kossuth idézetekkel a tehetetlen kormányról lehetett beszélni, mondta, hogy kicsecskán várjál ki egy kicsit, pár másodperc, az jelentős idő, egy fáklyás 5-6 ezer ember volt a főtéren beszédnél. Ezek örök emlékek, és jelezték azt, hogy amikor más helyen még kergették, üdözték a március 15-e megemlékezés résztvevőit, addig itt Fehérváron be tudtuk indítani olyan programokat, ami a lokálpatriotizmuson, hazaszereteten, a múlt megbecsülésén és egy világos, tiszta jövő felvázolása múlva. 90, egy kicsit előreugorva, 90. április 6-án egy szerintem európai szintű Mátyás emlékművet, Mátyás és a hét szabad művészetről tudtunk avatni. Mi fizettük a Nemzeti Emlékhely, már akkor mi így neveztük, sokan Romkertnek nevezték, de Nemzeti Emlékhely munkálatait, ahol Szent Ágota János professzor úr, Cifra György és sok művész és sok magyar híresség felvonult, tudtunk már gyűjteni 100 milliókat közműkiváltásra, útmegszüntetésre. Vagy itt volt a Deák Dénes adományaiból kialakuló városi képtár. Óvodák úszoda. Igen. A létesítmények átvétele. Az egy érdekesebb időszak után, volt, ugye? Mert a klasszrendszerű iskolák építése az Aréfhez kapcsolódott, és három középiskolát építettünk, és nem is tudom hány óvodát meg általános iskolát újítottunk fel. Nyilván akkor nagyobb létszámú gyerekkorosztályról volt szó. Ez egy felfelévelő történet volt. Aztán jött a krach. Ugye bizonyos értelemben ugye az a 32 ezer munkanélküli Székesfehérvár. Még előtte ad mondjam, mert igen, voltak szimbolikus lépések is, amivel szintén megelőztük egy kicsit a magyarországi általános városi vagy önkormányzati eseményeket, hiszen 89-90-ben több mint 100 közterületet, utcát, teret, intézményt neveztünk át. És a Lenin útból Prohászka Otokár püspök úr útja lett, vagy a Sallaiból, ahol laktam, ismét Kégli György utca lett, vagy a november 24-ből Királykút, és így tovább, és így tovább. Leszedtük a tankot, itt voltak az oroszok. Ugyan kaptunk kritikát a Népszabadságtól, mondván, hogy ez a szovjet hősi csapat, felszólított a csapatok emlékére készült, de mi oda tettük az Aranybulla emlékművet, az újat, és az Aranybulla emlékmű helyén pedig elkezdődött egy szép, gyönyörű református templom építése. Köszön. Tehát voltak a városban már a rendszerváltás, amikor még nem volt meg az új parlament és az új kormány, az megelőző olyan lépések, amelyben kifejezte Székesfehérvár, hogy ő ismét
primus inter pares akar lenni, és egyenlő az elsők között. A kormány megalakulását követően is Fehérvár a középpontba került, mondhatom, hiszen Győrrel azon a szinten voltunk. Most egy kicsit lemaradtunk. Ami egy óriási lépcső volt, valljuk meg, ugye. És ez is önöknek köszönhető, amikor a megyei jó város jelleget szerették volna megerősíteni. A 88-89-ben volt, az is egy korszakos, igazgatási jellegű lépés volt, sokan elfelejtik ezt, pedig mi írtuk, vagy én írtam a Kecskemét, Nyíregyháza pályázatát is, mert Somogyi miniszter urat kértem meg, hogy ezt pártfogolja a parlamentben, hogy megyei város, akkor még a jogról nem volt szó, megyei város legyen, mert az volt a vágyunk, nem csak nekünk, hanem többeknek, még az önkormányzati törvény megjelenése előtt, hogy fölöttünk ne a jó vagy rossz kis királyok legyenek, megyei párt és tanácsi szervezetek, hanem a törvény. És ezt hozta meg a önkormányzati törvény, amely 90 vége felé jött létre, és ez nagyon fontos volt számunkra. Ebbe bele tudtam én is dolgozni, hiszen több szövetségnek a megalakításán ott voltam, és a Város Környéki Bizottság, ami kiválóan működött Székesfehérvár és térségében, az országosan is elismert volt. Szerettek bennünket. Így érte a várost az a csapás, amire nem voltunk felkészülve, sem lélektanilag, sem semmiféle tekintetben, hogy a KGST és a Szovjetunió szétesését követően a városon belül egy jelentős 30 ezres munkanélküliség alakult ki, gyárkapunk belül és gyárkapunk kívül. Majdnem minden családot érintett a videóton a köfém, az Ikarusznak a... Az ember próbáló feladat volt. Hogy fogtak hozzá a megoldáshoz? Hogy fogtatok hozzá? Jó kormányzati kapcsolataink támadtak. Kelemen András képviselő úr és személy szerint én a Antal miniszterelnök úrral, hiszen édesapámat a Somló környékéről jól ismerte, de elfogadtak bennünket a belügyminisztériumban is, hiszen egyetlen nagyvárosi tanácselnökből lett polgármester, és jó kapcsolataink voltak. És azt mondta a miniszterelnök úr, mikor itt járt a városban, többször járt itt, volt, amikor inkognitóban, volt, amikor a Semmelweis tábla, emléktábla avatásán, hogy polgármester úr, ha programot csinálnak, akkor segítünk. Nosza. És ekkor megcsináltuk az ország első önkormányzati gazdasági programját, 14 színes füzetre emlékezem, környezetvédelem, oktatás, sport, fejlesztések, minden területre felülelve, ma is megvan, és belenéztem, nem rossz dolgokat írtunk. Csináltunk egy olyan könyvet, egy zöldszínű könyvet, a Székesfehérvár bemutatkozik, és minden testvérvároshoz, minden külképviseletre elküldtünk, úgyhogy már az a információ jött vissza, hogy több Fehérvár bemutatkozik könyvet nem kérünk, angol, német, francia nyelven. És csináltunk a rendes tervnek megfelelően, belterületbe vontunk sok város környéki területet, meghallottuk azt, a privatizációs törvény, az önkormányzatoknak juttatandó vagyontörvény és más törvények fókuszában élve, hogy ami beépítetlen belterületi föld, az az önkormányzat tulajdonába vehet át. És így 6 ipari parkot, vagy annak megfelelő terület előkészítést csináltunk, és bírva a miniszterelnök úrnak, meg a kormánynak a támogatását, a kerítésen kívüli közmű Fehérvár nagyon elmaradott volt az infrastruktúrában. Öreghegy nagy része és a város külső területe leszakadó városrészeknek nevezték akkor az építésztervező, nem volt szennyvíz. Volt olyan terület, ahol se járda, se közvilágítás, se szilárd burkolatot nem volt, és lényeges volt, hogy úgy fejlesszük az infrastruktúrát, elsősorban a szennyvíz, közvilágítás, járda, közútépítési programot, hogy az ne csak a ide költöző hazai és külföldi vállalkozásoknak nyújtson
közmű csatlakozást, hanem egyben a város is szolgálja. Én emlékszem arra, hogy az Ikarusszal Késhegyig menő harcot vívtunk, majdnem csak így én vezettem a gázvezetéket a Ikarusz ipari útja környékén, a Philips közelébe, meg az ipari parkhoz. Itt egy hónapon belül kiadják az engedélyt. Itt Fehérváron minden ipari parkhoz, vagy fejlesztés, beruházáshoz egy kontaktembert biztosítunk, akik aztán zömében kimentek ahhoz az adott vállalathoz, vagy vállalkozáshoz, vagy területfejlesztésbe helyezkedtek el. De az, hogy a közmű, illetve az engedélyezési eljárásban tudtunk úgy a szakigazgatás, akkor még önálló szakigazgatási szervek voltak, hatni, hogy dolgozzanak össze, és ne várják meg egymás után az egy hónapos, vagy még annál több időpontot, ez azt eredményezte, hogy jó híre támad Fehérvárnak. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk a mi rámenőségünkön túl Fehérvárnak adottságai, Budapesthez közelség, autópálya, viszonylag relatív fejlett infrastruktúra, az vonzotta. Elsősorban a 30-35 ezer több műszakot bíró, monotitást bíró munkás létszám volt a vonzó a külföldi és hazai befektetőknek, mert itt lehet valamit csinálni. És hát agresszívek is voltunk a versenyben, hiszen az, hogy a Philips, vagy a Stolberg, vagy a Denso később, vagy mások idejöttek, azt is jelentette, hogy mint a pókháló olyan válaszszerkezetet alakítottunk ki. A végén, hát utólag bevallhatom, majdnem ingyen is adtunk területet, csak Fehérvár válaszszal. Tehát ez egy igazi sikersztori volt. Hát, mai szemben nézve mindenképpen, hiszen... Mi nem a sikert láttuk ebbe, hanem azt, hogy valami megoldást kell találni arra, hogy több ezer család került váratlanul olyan helyzetbe, hogy elveszítette a biztonságát, a létbiztonságát. Ma lehet azt mondani, hogy akkor kevesebbet adtunk a sportra, bár Nagy Gábor barátom azt mondta, hogy ő teljesen értette azokat a dolgokat akkor is, hogy csak a csarnokot tudtuk odaadni, vagy a labdarúgóknak készfizető kezességet vállaltunk annak idején, ami kockázatos dolog volt. Nem tudtunk annyi pénzt adni, mert elsősorban az volt akkor a cél, hogy minden családnak lehetőleg minél rövidebb időn belül valamiféle életfeltételeket biztosító kereseti lehetőség állása legyen. Eljutottunk 1994-ig, és most itt van a vége a második résznek. Innét folytatjuk, hiszen egy következő, talán még ennél is érdekesebb időszak lesz, amely a személyes sorsodban, illetve a Székesfehérvár város sorsában is fontos és rendkívül érdekes. Mégis köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves nézőim, köszönöm önöknek is megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a következő adásban, a harmadik részben. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra.